Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Szóval ennek a függvénynek kell vennem a totális differenciáját ebben a pontban. Ehhez a parciális deriváltak kellene. Először az x szerinti parciális deriváltat írom fel. Ami ez a tört szabályt használom. 1 per 2x minusz y szorozva a belső függvénynek az x szerinti deriváltjával, ami 2, szorozva a nevezővel, ami x négyzet minusz 2y. Ebből kivonom a számlálót változatlanul. 2xy megszorozva a nevezőnek az x szerinti deriváltjával, ami 2x. És ezt osztom a nevezőnek a négyzetével, ami x négyzet minusz 2y a négyzeten. Mivel az 1 minusz 2 pontban vesszük, ezért be kell helyettesíteni. Ez 1 per 2 ször 1 minusz 2 ször 2 ször 1 a négyzeten az 1, minusz 2 ször minusz 2. Ebből kivonom az ln 2 ször 1 minusz 2 szorozva 2 ször 1-et, és a nevezőben pedig 1-nek a négyzete az 1 minusz 2 ször minusz 2 a négyzetem. Ezután veszem az y szerinti parciális deriváltat, ami az 1 per 2x minusz y, a belső függvény y szerinti deriváltja minusz 1, ezt megszorzom a nevezővel, ami x négyzet minusz 2y, majd ebből kivonom a számlálót változatlanul, 2x minusz y, és megszorzom a nevezőnek az y szerinti deriváltjával, ami pedig minusz 2. Majd elosztom a nevezőnek a négyzetével, ami x négyzet minusz 2y a négyzetem. Ezután ide is behelyettesítem az 1 minusz 2 pontot. Ami 1 per 2 ször 1 minusz 2 szorozva minusz 1-jel szorozva 1 a négyzeten az 1 minusz 2 ször minusz 2, de kivonom az ln 2 ször 1 minusz 2 szorozva minusz 2-vel, és ezt elosztom az 1 minusz 2 ször minusz 2-nek a négyzetével. Ezután a totális differenciának a képletét megnézem a képletgyűjteményben, ami df egyenlő fx dx plusz fy dy. És mivel ezt az 1 minusz 2 pontban kell venni, ezért a két tag helyére a behelyettesítési értékeket be kell írnom. Szóval df az 1 minusz 2 pontban. És mivel nagyon hosszúak a helyettesítési értékek, jelölöm őket, ezt egy szívecskével, ezt pedig egy csillaggal, és csak behelyettesítem ennek a helyére a szívecskét, tehát az lesz belőle, hogy szívecske dx plusz, és a csillag dy.